Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Új orvos Bonyhádon. Dr. Németh Csaba praktizál a 3-as házi orvosi körzetben. A szenvedélybetegeket segítik, új közösségi ellátást indított a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány. Versmondó verseny. A Városi Könyvtárban mutatták be tudásukat a diákok. 300 emlékév. A németek betelepítésének jubileuma. Dr. Németh Csaba személyében április 1-től új házi orvos foglalkozik a betegekkel Bonyhádon a 3-as házi orvosi körzetben. Az orvos Filóné Ferenc Ibolyával, Bonyhád polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatót. Az elmúlt év végén dr. Cseh Miklós bekövetkezett halála miatt a bonyhádi 3-as számú házi orvosi praxis megüresedett. A tudnivalókról Filóné Ferenc Ibolya a település polgármestere számolt be. Miután az alapellátás kötelező önkormányzati feladat, ezért az én felelősségem és egyben feladatom is volt polgármesterként a várost irányítva, hogy minél hamarabb ebbe a körzetbe is háziorvos találjak. Abban az átmeneti időszakban, amíg erre nem került sor, és csak tárgyalások folytak, addig a helyettesítést azonnal megoldottuk, és ezt a Bomet Kft. Nevében dr. Kovács Katalin látta el, amit ezúton is hálásan köszönök neki, hiszen azonnal a rendelkezésünkre állt, és így megoldódott heti 20 órában a doktor úr helyettesítése. De én mégis csak annak örülök igazán szívből, hogy április 1-jével dr. Németh Csaba vette át a körzetet, hiszen ő most helyettes orvosként, de teljes munkaidőben, tehát heti 40 órában látja el a körzetben a betegeket. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára megnyugtató, hiszen fontos, hogy egy háziorvosi praxis betöltésre kerüljön. Nem egyszerű feladat a mai világban háziorvost találni. Én ezért szívből örülök, hogy sikerült megegyeznünk a doktor úrral. Az ő személyében egy kiváló belgyógyászt ismerhetünk meg, és én bízom benne, hogy a betegek is hamar a szívükbe zárják. Fontos azt is tudni, hogy maga a praxis jog a hagyaték része, amelynek a lezárása leghamarabb jövő év elején kerülhet sor, addig az munkáltató, az önkormányzat, de ez a betegek szempontjából gyakorlatilag semmit nem jelent, hiszen a doktor úr már rendes rendelésidőben várja a bonyhádiakat. Dr. Németh Csaba orvosként belgyógyászati szakvizsgával rendelkezik. A munkája eddig a Szekszárdi kórházhoz kötötte. Tavaly évvégén alakult úgy az én pályafutásom, hogy visszatérhetek a mindig is elsődleges hivatásomként kezelt orvosi pályafutáshoz. Úgyhogy ehhez a életemben történt fontos változáshoz kaptam egy megtisztelő és pont jó időben érkező felajánlást és megkeresést a polgármester asszonytól. Egy sajnálatos esemény nyilván a cseh kollega úrnak a halála, de ez én számomra nyitotta meg azt a lehetőséget, hogy itt Bonyhádon elkezdhessem a házi orvosi pályafutásomat, ami ugye az én orvosi szívemhez meg lelkemhez mindig is közel álló tevékenység vagy feladat volt. Az orvos hosszú távra tervez az új munkahelyén. Így kezdtük a rendelőnek a rendbetételét, a saját szájunk ízéhez való igazítását és a megismerkedést a praxisban levő emberekkel. A polgármester asszony felkérésének azért is nagyon örültem, mert nyilván azt tudod, hogy háziorvosi praxis az elég sok van üresen, viszont én nekem Bonyhádról ismerősök, barátok révén mindig is nagyon pozitív élményeim voltak. Úgyhogy ez egy külön öröm volt nekem, hogy itt lehetőséget kaphattam arra, hogy megkezdhessem a háziorvosi munkát. Milyen kilátásokkal nézek a jövő elé? Hát én remélem, hogy a bonyhádi emberek el fognak engem fogadni, és befogadnak az itteni közösségbe. A beteg praxishoz tartozó betegek elfogadnak, illetve a többi háziorvos kollégával, helyi rendelőintézettel is egy jó munkakapcsolatot szeretnék kialakítani. Az orvos egy korszerű, felújított rendelőben kezdi meg a munkát. Az épületet azonban a jövőben tovább szeretnék szépíteni. Dr. Németh Csaba azt mondta, ehhez a bonyhádi önkormányzattól minden támogatást megkapnak. Új közösségi ellátást indított a Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató Alapítvány. A szervezet szenvedélybetegekkel foglalkozik, nappali ellátásuk Bonyhádon vehető igénybe. Az alapítvány 34 éve működik. Elsődleges specializációként drogbetegeket értek el, mondta az intézményvezető.
Az akkoriban még unikumnak számító drogrehabilitációs otthont hoztuk létre Zsibriken. Aztán a többi munkaágunk ebből a drogrehabilitációból nőtt ki, hiszen ahogy megismertük ennek a populációnak, a szerfogyasztó populációnak a problémáit, az életét, a szükségleteit, az igényeit, és ahogyan egyre több terápiás beavatkozásra nyílt lehetőség, úgy az alapítvány is bővítette a beavatkozási területeit, úgyhogy a rehabilitáció mellett most már van nappali ellátásunk, és most nyílt közösségi ellátás is, és emellett támogatott lakhatást is biztosítunk szenvedélybetegeknek. A rehabilitáció azoknak a függőknek szól elsősorban, akik kórházi kezelés, detoxikálás után pár hónapos segítségre szorulnak. Mert hogy a szerhasználat mentén annyira sérültek a szociális készségeik, a kapcsolataik, vagy a munkavállalási képességük, hogy fel kell építeni ezeket a mentális és szociális képességeket, ezeket az erodálódott reakciókat, viszonyokat, ezt helyre kell állítani a családdal, az elfogadottságot, a társadalmi státuszt. Ez egy 13 hónapos program, bentlakásos program keretében valósul meg. A bonyhádi nappali ellátó pedig a piac tér mellett található. Ahová azokat a szerhasználókat, vagy kóros szerhasználókat várjuk, akik nem igényelnek bentlakásos kezelést, az otthonukban tudnak még élni, esetleg van munkájuk, családjuk, de már érezhetően a szerhasználat problémákat okoz a társadalmi életben vagy a kapcsolatrendszerben. Számukra tudunk egyéni segítséget nyújtani, addiktológiai konzultációt, segítő beszélgetéseket, mentálhigiénés munkatárssal, kóccsal. Támogatott lakhatást azok számára tudnak biztosítani, akik egy sikeres vagy egy félbehagyott rehabilitáció után további segítségre szorulnak. Tehát nem megoldott a lakhatásuk, vagy nem megoldott a lakhatásuk környezetében az a segítő támogatás, monitorozás, amire még szükségük van a felépülésben, az átállásban. Számukra Hidason és Pécsett található támogatott lakhatás. Ebben tudunk segíteni. Mindenki más miatt használ szereket, viszont vannak közös pontok, amik láthatóak legtöbbször a tehetetlenség vagy a csapdába szorultság érzése. Jellemzően vagyunk páran, vagy vannak közöttünk olyanok, akiknek a megküzdési stratégiáik egy-egy nehéz élethelyzettel, vagy egy nehéz érzelmi állapottal kapcsolatban nem annyira elfogadottak, vagy nem olyan sikeresek, vagy nem annyira gördülékenyen tudnak besimulni a mindennapjaikba, és akkor ők nagyon könnyen nyúlnak szerekhez, ami lehet gyógyszer, alkohol, vagy valamilyen kábítószer, amelyiknek a vonzó ereje nyilván az, hogy hirtelen, nagyon gyorsan, csak pénzért és erőfeszítés nélkül nyújt enyhülést, vagy kilépést abból a helyzetből, amiben vannak. Az alapítvány új ellátási formáját egy közösségi szolgáltatás jelenti. Ezen belül több terület van, amivel tudunk foglalkozni, tehát hogy a gondozás, megkereső munka, tanácsadás, készségfejlesztés. Ezek a területek, amiket tudunk benne érinteni, viszont hogyha úgy kérdezi, hogy milyen programok azok, amik igénybe vehetőek, az elsődleges, amire mi most nekiálltunk, a közösségi ellátás kapcsán. A szervezet a Bonyhádi, Paksi, Szekszárdi és a Tamási járásban is igyekszik adatbázis kialakítani. Neki küldtünk már megkereső e-maileket, küldtünk nekik igényfelmérő kérdőívet, amihez lehet csatlakozni, hogy ők az adott településükön, hogy mennyire találkoznak alkohol, illetve drog problémával, és ebből próbálunk majd igazándiból terület specifikusan kialakítani majd különböző programokat. Mert magát a szolgáltatást, amik elérhetők, amit mondtam, készségfejlesztés, gondozás vagy tanácsadás, az kifejezetten személyre szabottan tud működni, hogyha minket megkeres egy kliens, vagy mi megkeresik ugye a klienst, és
be tudjuk venni az ellátásunkba, akkor neki személyre szabottan tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Viszont a program része, az meg az igényfelmérés alapján tud kialakulni, hogy mi az, amit tudunk még nyújtani települési szinten. Rövid távon a célunk az nyilván mindenképp az, hogy a szolgáltatásunkat 100%-osan tudjuk működtetni. 40 főre van nekünk kapacitásunk, hogyha a közösségi ellátást nézem, hogyha a nappali ellátást, akkor pedig 30 főre. Most, hogyha a közösségiről beszélünk, tehát a rövid távú cél az az, hogy az adatbázis minél mélyebben, minél jobban ki tudjuk alakítani, minél több kapcsolatra tudjunk szert tenni, ezáltal minél több esetleges érintetthez el tudjunk jutni, és ők közülük, pedig minél többet be tudjunk vonzani hozzánk. Hogyha ez megvan, ez a rövid távú, hogyha ez megvan, akkor a hosszú távú cél pedig az, hogy ezeknek az embereknek nyilván, hogy tudjunk segíteni, és az adott településekkel pedig egy jól működő kapcsolatot ki tudjunk alakítani. Ami szintén, hogyha nem is tartozik valaki szószoros értelembe véve nekünk ellátásunkba, de hogy másoknak is információbázisuk tudjunk lenni. Különböző akár települési rendezvényeken, vagy hogyha mi viszünk ki programot. A közösségi ellátás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. Az alapítvány címe 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 3/2, telefonszámuk 0674 678 587, e-mail címük pedig a közösségi@kimta.hu. Hazánkban 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Észak-Kelet-Magyarországon és Kárpátalján. Bonyhádon csendes koszorúzással emlékeztek meg az áldozatokról. A völcségi kistérség hagyományosnak nevezhető versmondó versenyén vehettek részt a környező települések általános iskolás diákjai a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban. Nem szabad a játékokat szanaszéjjel hagyni. Ha meglövök, nem lesznek az életemben szabályok, szabálytalan házam lesz, és szabálytalan családom. A térség településeiről közel 40 diák mutatta meg tehetségét a Bonyhádi Általános Iskola által szervezett versmondó versenyen. Ennek a versmondó versenynek az előzménye az, hogy minden iskola saját helyi szinten megrendezi a versenyt, és a legjobbak erre a völcsegi versmondó versenyre jutnak el. Azt látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés. Volt egy kis megakadás a pandémia időszakában, utána egy kicsit nehezen illett föl ez a hagyomány, de szerencsére azóta elmondhatjuk, hogy szinte rekordlétszámú jelentkező van. Most jelen pillanatban 10 iskolából érkeztek versmondók, és összesen 43 tanuló van. A zsűri is felkészült a feladatra, 4 nyugdíjas pedagógus segíti a munkánkat, ők teljesen elfoglalatlanok, hiszen nem kötődnek egyetlen egy tanítványhoz sem. Az elmúlt években én azt gondolom, hogy korrekt és objektív döntések születtek. Magyar tanárok segítségével, valamint nem lehet elvitatni és megköszönni azt a segítséget sem, amit a szülők nyújtanak ebben a helyzetben. Sokszor ők is eljönnek a versenyre, és szinte kívülről fújják ők is a verset, és az iskolai fordulók után tudnak eljutni ide. Viszonylag szabadon tudtak választani. Én azt gondolom, hogy ebben garancia az irodalomtanároknak a személye, akik azért értő módon állnak hozzá a dologhoz, és segítenek, hogy értékes alkotóknak az értékes művei hangozzanak el. László Amélia Kíra, negyedik osztályos tanuló, a meseszerűsége miatt választotta Gáti István egyik művét. Gáti István a gombaszakértő verse. Egyik bájos, másik ronda, földből, fából nő a gomba. Ez itt vaskos, az ott apró, ez jól levelt, az meg tapló. Ez így az első verszak. A döntő előtt minden diáknak egy előselejtezőn kellett részt vennie a saját általános iskolájában, és az így továbbított versenyzők lehetőséget kaptak, hogy szakértő zsűri előtt adjanak számot tudásukról. Régi zsűri tagok vannak a csapatban. Elsődleges szempont a tudás az, hogyha már valaki eljut egy területi döntőbe, akkor az olyan tudást képviseljen, hogy nem téveszt, nem áll le, és így tovább. Ezen kívül hangerőt, átérzést, átélést, ezeket a dolgokat figyeljük. 4 korcsoport van, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik. Tehát mindenhol 1-10 pontozunk, ez azt jelenti, hogy általában 5 pont, ugye megtanulta a gyerek a verset, kap egy 5-öst, az 5 pontot ér. Amit rátesz, ez a fölötte lévő, általában azért elérik a 6-tól 10-ig pontozunk, és akkor
a végén összeadjuk, és könnyedén kijön az eredmény. Négyen leszünk a zsűribe, úgyhogy nem okoz ez gondot. A megmérettetés a diákoknak nem csak a tanulás miatt fontos, hanem a közönség elé kiállva fejleszthetik a szereplőkészségüket is. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj, fiam, hagyjál már ilyen butasággal. Mihez kezdenénk egy makacsjószággal? Hol szaladgálnak? És mivel etetnél? És hol aludnak? Tán az ágyadba vinnél? A Bonyhádi Német Önkormányzat idén ünnepli Bonyhád újratelepítésének 300. évfordulóját. A török kiűzése után a völgységi kistérség is elnéptelenedett, emiatt Németországból, valamint Ausztriából érkeztek az első telepesek. A betelepülő németeket hívták, és ez nem volt kötelező. Mindent megígértek nekik, hogy mennyi mindent kapnak. Az egyik fontos dolog volt, hogy nem kell adót fizetniük egy bizonyos ideig. Területet, különböző dolgokat ígértek nekik. A toborzás, verbúválás a falvakban történt. A magyar földesurak vagy egyházi birtokok képviselői a Német Birodalom falvaiban népszerűsítették az általuk képviselt uradalmat, és azok számára, akik vállalták a költözést, házat, földet és többféle kedvezményt helyeztek kilátásba. A családok gyalog vagy szekérrel hagyták el az országukat, és telepedtek le Magyarországon. 1724. augusztus 1-én kötött letelepedési szerződést Kun Ferenc a bajor frank részről érkező katolikusokkal. De ezt megelőzően a környéken voltak már németek, az első telepesek Tevelre érkeztek 1712-ben, ők voltak az igazi svábok, hisz Baden-Württembergről és Bajorország nyugati részéről érkeztek, ők voltak a svábok, ők voltak az elsők, de mivel nagyon mostoha körülmények között éltek itt, nagyon rosszak voltak a lehetőségek, nagyon sokan meghaltak, és tovább is álltak. Viszont mivel a svábok voltak az elsők, ezért a későbbi letelepedőkre is rám azt mondták, hogy svábok, így most már elfogadjuk azt. Tehát ez egy összefoglaló név, tehát aki ide érkezett, most már mindenkire azt mondják, hogy svábok. Majos most már Bonyhád város része, ide evangélikusok érkeztek, és 1721-ben 12 család az első katolikusok után evangélikusok érkeztek, itt a környéken Kismányok volt az első, utána Majos, Mucsfa, Izmény, ezekre a településekre érkeztek evangélikusok, és Bonyhádra 1724-ben, de nem csak Bonyhádra, hanem Mórágyra is. Mórágyra egy kicsit hamarabb, júniusban érkeztek, velük akkor kötött letelepedési szerződést szintén Kun Ferenc. Eltelt 300 év, és arra gondoltunk, hogy ezt az eseményt, ezt méltóképpen megünnepeljük, és ezért ez az egész év, ez egy ilyen emlékév szinte. Több programunk volt már, két családfakutatót is vendégül láttunk, egyik dr. Penc Kornél, ő a Magyarországi Német Családfakutató Egyesületnek az elnöke, ő beszélt általánosságban a családfakutatásról, valamint a katolikusokról. Ezt követte Müller György, ő egy építész Bécsen, és magánszorgalomból kezdte el gyűjteni a protestánsok adatait. Az ő nagypapája Izményben volt evangélikus pap, ott találkozott először a templomi könyvekkel, az anyakönyvekkel, és ez annyira megszerette, hogy a szabad idejét ennek áldozta fel, már több kötete is megjelent, és ez teljesen feldolgozza a protestáns betelepülők adatait. Viszont a protestánsok voltak kevesebben. A legtöbben katolikusok voltak, körülbelül az ide érkező telepeseknek a háromnegyed része katolikus volt, és az egynegyede volt protestáns. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, 1721-ben Nagyszékelyre és 1724-ben Mórágyra. A Német Önkormányzat elnöke elmondta, idén számos rendezvényel készülnek az emlékév kapcsán. Ami most a legfontosabb programunk, hogy kiírtunk egy rajzpályázatot, mégpedig Német István Egy zsák zab novellájára. Ezt elküldtük az iskolákba, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok rajz érkezett, 266 rajz jött Bonyhádra, és ennek a
az értékelése és a kiállítás megnyitó az következő pénteken lesz. Németh Juditról azt kell tudni, hogy az ő édesapja evangélikus pap volt, és ő írta azt a novellát, hogy Egy zsák zab, és az ő tulajdonukban van az a Biblia, amit 1737-ben az ősük magukkal hozott Bonyhádra. És azért fontos nekünk, hogy Bonyhádon tudjuk bemutatni ezt a novellát és a rajzpályázatot is. Korábban már ez a Biblia volt Bonyhádon, amikor a reformáció 500 évét ünnepeltük, de bízunk abban, hogy újra eljön még Bonyhádra, mert nem csak ez a rendezvényünk lesz ebben az évben, hanem lesz konferencia is, egy kétnapos konferenciát tervezünk, az egyik napot a Völgységmúzeum, a másikat pedig a Petőfi Sándor Általános Iskola, és pénteken egy zenés est lesz, ahol az Alte Kamaráden zenekar fog muzsikálni. Ők feldolgozták Stefan Jäger festményeit, és bemutatják ezeket a festményeket, amik a betelepülésről szólnak. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!